Tom Cruise öregszik, de még mindig egy 20 éves csaj állott mellett. Egy hosszú folyamat volt elhinni, mielőtt kinyitom a számat, hogy én most nem hülyeséget fogok mondani. Hogy releváns, amit mondasz. Hogyha azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy, akkor nem tudta, hogy most ehhez hogy kell viszonyulni. A vágytárgy nem gondolkodik. Igen. Gyere! Szia! Szia! Köszönöm. Én köszönöm. Jó. Kényelmes? Elég nagy? Elég hosszú? Ne haragudj! Elég nagy és elég hosszú. Igen. Már jó nagy a potakod. Igen, sokkal nagyobb, mint az elsőnél. Igen, de hát ez így szokott lenni általában. Igen, nem? Azt mondják, így hamarabb nő a potak. Szólj, ha nem kényelmes valami, jó? És már igazítjuk is. Jó. Erre most. Hogy vagy, Dorka? Jól, köszönöm. Jól? Uh-huh. Olyan, jól. Van körülötted egy ilyen nyugalmas... Bocsánat, csak kiállunk. Itt közben lett egy kisebb... Te is jól vagy? Én is jól, köszönöm, aranyos vagy. Jó, meg örülök, hogy találkoztunk, meg örülök, hogy látlak, és hát nagyon örülök, és van körülötted egy ilyen nyugalmas buborék, azt érzékelem. Ezt jól érzékelem? Nem rohangálok sokat. Uh-huh. Így ebben a helyzetben, meg az ember úgy belassul. Meg befelé figyel, gondolom. Befelé figyel, igen, befelé lesz. Olyan önmagadon, múlton, szüleiden, szóval valahogy tök más. Persze ő az, hogy mozog, tudod, mintha egy ilyen külön univerzum. Aha, hát egyébként igen. Valahol egy külön, de közben egy ilyen szimbiózis univerzum. Igen. És más, hogy figyelsz most befelé, mint először? Mint az első? Aha, ugye nyomán? Most 9 éves, ugye? Igen. A Soma? Hát még 8, de 8. Most lesz. Hát nyilván ez a helyzet is most nagyon más. Igen. Hogy persze. Hogy az ember olyan... Az univerzum is megváltozott egyébként is, körülöttünk igen. is, a világ is. Hát igen, mert egy ilyen szétszakadó, meg összeomló, meg megremegő világban egyszer csak beköszön egy kis baba. Az egy ilyen érdekes, nem? Egy ilyen, hogy a két véglet. Igen. Nem? Az, hogy igen, hogy így véget érdekes. Érnek dolgok körülöttünk, a világ, ahogy eddig ismertük, és közben jön egy új élet. Tehát, hogy ezt valahol nem is erre megy. Igen, hogy sok változás van egyszerre, és az ember igaziból, vagy én úgy érzem, hogy így csak figyelni lehet tulajdonképpen, mert... Vagyis a terhesség elején úgy még volt bennem egy ilyen aktivitás, hogy akkor még csináltunk ilyen projekteket a Trojka társulattal, ahol én játszom, csináltunk egy ilyen online színházat. Igen, abban láttalak utoljára, Dekameronban láttam. Igen, láttam, nagyon, nagyon élveztem egy ilyen egészen. Na, majd beszélünk erről is, de mondd tovább, tehát, hogy volt egy aktivitás. Igen, meg hogy akkor csináltunk egy a barátainkkal egy ilyen minisorozatot, imitált. Szóval, hogy akkor úgy volt, hogy na, csináljunk valamit, és akkor aztán ez úgy úgy azt érzem, hogy úgy lecsengett, és akkor most hát már ez a harmadik trimester eleje, most már úgy az ember úgy befele van, és úgy uh-huh. gondolkodik, hogy milyen legyen az ágy, hogy inkább ilyen odatolós legyen, vagy ilyen ringatós, vagy az igazán fontos dolgokkal foglalkozol, igen. Hogy hogy is legyen, meg lakást felújítunk, tudod, tehát ezek az ilyen... Ez jó, az igen. ilyenkor jó, mert igen. egyáltalán nem stresszes, nyugalmas. De most, szóval igaziból a kapcsolatunkban is szerintem egy ilyen dinamikai változás állt be attól, hogy én valahogy most úgy agyilag se vagyok az a harapós, vagy nem tudom, hogy mondjam. És hogy bizonyos dolgokat egyszerűen így mondom, hát én nem tudom, Kornél, nem tudom. És akkor, hát, és akkor ebből adódik, hogy csomó dolgot, amit egyébként megcsinálnék én, azt mondom, hogy hát most ezt nem tudom, csinálta. De nem esik nehezedre elengedni. Ja. Ez jó. Nem, és úgy élvezem is most ezt a dolgot, hogy... Tök jó. Meg lehet, hogy akkor ebből... Nem tudom, a gyámoltalan nő. Klasszikus női szerep. Klasszikus női szerep, vagy lehet így... nem tudom. Döntsél, drágám, legyen úgy, ahogy neked jó.
Jó van, na, most ezt így kifigurázzuk ezt a szerepet, de azért te azért ennél céltudatosabb, meg ilyen perfekcionistább vagy, nem? Úgy alapban, amikor nem vagy éppen terhes, nagyon. Hát igen, meg hogy majd én megoldom, tudod? Szóval, hogy az, hogy én majd mindent megoldok. Tehát, hogy ez kicsit úgy... Úgy szerintem nem is baj, hogy egy kicsit ezt úgy most ugye lengedem, hogy a dolgok oldódjanak meg, vagy oldja meg valaki más, és nem akarom én, na, majd én kitalálom, hogy úgy kicsit úgy hagyom menni a dolgokat. Szerintem, vagy én úgy érzem, hogy most ez egy ilyen jó út nekem, magamnak is, de hát kettőnknek is ez most így fontos, hogy én most így őt figyeljem, és akkor a világ többi dolga az meg menjen a maga útján, tudod. Szóval nem olvasol annyi, azt is észrevettem, tudod, a közügyek, meg a vagy egy kicsit azt is úgy... Azt is el tudtad engedni? Hát úgy nem. Vagy kevésbé pörögsz rá? Igen, kevésbé pörög rá az ember, meg azt is érzi, hogy jó, most ez az most nem az én dolgom, tehát ezt most oldja meg a világ. Hogy most... Hát igen, pedig most így a színházi szakma nagyon, meg ugye az egyetem kapcsán, a színművészeti egyetem kapcsán van bőven forrongás, meg vitás helyzet. És te mondjuk pont az vagy, aki ha van véleményed, akkor mondod. Igen, de hogy most érdekes, hogy úgy elolvasom, meg van véleményem, meg mondom, vagy aláírom a petíciót, vagy nem tudom, de kicsit azt érzem, hogy most nekem nem az a feladatom, hogy én a világ ügyeit tudod így, nem tudom, hanem... Én azt veszem észre, hogy nagyjából egy korosztály vagyunk, én 46 leszek, és hogy sok korosztályosan velünk nagyjából egy idős lány, nő, asszony, mit tudom én, merít például belőled, vagy a Winkler Nóriból, aki neked ugye jó barátnőd, és ő is most szült, és velünk egy korosztály. Szóval, hogy sokan merítenek belőletek erőt, meg reményt, meg mindenfélét, mert hogy úgy hajlamos a világ egy picit legyinteni már ránk, hogy már túl van rajta, hogy ott már nem lesz anyaság, vagy már ugye a nő, az egész, hogy ez az egész női dolog, ez úgy már lemenőben van a nap, tudod? Hát ez most szerintem két külön dolog. Hát ez sok dolog egyszerre. Sok dolog egyszerre, igen. Az egyik az, hogy ugye van ennek, ami a férfiaknál nincs határ, a nőknél van egy határ. Van egy biológiai határ, persze. Biológiai határ, ahogy megy előre az idő, csökken az esélyed, de végül is szóval engem meg az tévesztett meg egy kicsit, hogy ez a csökkenés, ez, vagy hát most valaki kommentelt az egyik izé alá, hogy 47 évesen ugye 6% az esélye, hogy hazaviszel egy egészséges gyereket a kórházból. De a 6%... Tessék? De kedves mondom. Kedves, igen, na mindegy. Szétszették, úgyhogy nekem nem is kell semmit írni. Helyes. De hogy a 6% az végül is 6%, tehát ez nem nulla. Uh-huh. És hogy... Tehát az azt jelenti, hogy mit tudom, minden 20. nő lehet terhes 47 évesen, és hazavihet még egy gyereket. Uh-huh. Szóval, hogy... Meg hát nem tudom, hogy ez hogy van statisztikailag, hogy ez kitolódik-e ez a dolog, vagy csak én érzem úgy, hogy kitolódik. Nem, statisztikailag is kitolódik a gyerekvállalás. Tehát, hogy tovább élünk. Igen. Ugye, mert én már nem úgy vagyok 47 éves, ahogy mondjuk a dédmamám volt 47 éves. Igen. Aki tényleg... 47 évesen, nem tudom, szerintem állt, hogy özvegy is volt, és akkor onnantól, nem tudom. A másik dolog, ez a szakmai, ez a színésznői harc tulajdonképpen, amit te mondasz, hogy a világ rád legyint. Igen, igen. Van egy ilyen értés. 47 évesen még díva, ezt olvasom múltkor egy női lap címlapján is. Meg hogy korához képest milyen jól néz ki, tudod. Igen, tehát hogy igen, hogy ez mindig a nőknek ez a kora. Igen. Valahogy, hogy mint hogyha az valami más lenne, mint egy férfinek a kora, és hát ezt ugye a férfiak által irányított filmipar, amit most ugye nagyon küzdünk, hogy ez itten az egyenjogúság uralkodjon, és női film, és női alkotók, és női szempontok, és női történetek jöjjenek elő, az egy nem reális világot mutat. Tehát, hogy azok statisztikák, hogy a párok közti különbség a való életben, azt hiszem, Európában 2 év, Amerikában 4 év, a filmben meg 15.
Tehát, érted, hogy tehát a férfi főhős és a női főhős közti különbség. Igen. Az kemény. Aha. Tehát, hogy a Tom Cruise öregszik, de még mindig egy 20 éves csaj állott mellette. Szóval, hogy... Uh-huh. hogy és a Bond lányok nem öregednek, de Bond igen. Bond igen. Igen. És hogy ez nem egy reális kép, tehát hogy az emberek, tehát ez amivel az ember szakmailag ugye harcol, hogy ne legyen ez az űr, ez a look, tehát hogy ne legyincsen rá a világ, ahogy te mondtad. Uh-huh. Igen. Hát igen, meg ez a, tudod, van a televíziós nézettségmérésben is a 18-49 év közöttiek a úgynevezett kereskedelmi célcsoport, és akkor amikor az ember már ilyen 46 körül van, akkor ugye na hát lassan miért, már nem miért, vagyok célcsoport. Ők vásárolnak? Vagy gondolom igen, az elsődleges vásárlási döntéseket meghozok, de mindegy, tehát hogy van, és nyilván a te szakmádban meg, aztán tényleg nagyon látványosan, és ott nem csak a vásznon, hanem a filmkészítés, meg a színház művészetben is, de hát ugye a Hollywood kapcsán mi a filmkészítés terén hallottunk például a keresett különbségekről, aminek ugye most egy nagy... Hát ez is része ennek a... nagy paradigmaváltás van éppen. Igen. Hogy most már vannak olyan hollywoodi filmsztár férfiak, akik azt mondják, hogy csak úgy írnak alá, hogyha a női főhős, vagy játszó ugyanannyit keres. Igen. Igen. Arra vagyok kíváncsi, hogy te mit tapasztaltál például Németországban, mit tapasztalsz itthon? Van-e javulás, látsz-e, érzel-e javulást, meg hogy mit tudtok ti tenni? Hát én látok egy nagy különbséget eleve a női szerep között. Tehát, hogy ahogy ott a nők kezelik a nőiségüket, vagy itt kezelik. Tehát, hogy ott valahogy máshol tart egy kicsit. Ez az emancipáció, ami a férfiak emancipációját is jelenti. Tehát, hogy egy férfi nem mondja azt neked, hogy cicukám, mert az neki ciki, érted? Aha. Egy bizonyos helyzetben, tehát hogy szakmailag. De nyilván egy nő úgy meg is mondaná, hogy nem vagyok a cicukád, szóval, hogy... Uh-huh. És mondjuk itthon egy színésznő mondaná, hogy figyelj, nem vagyok a cicukád. Vagy ha mondja, akkor mi történik? Hát most erről mennek a beszélgetések, tehát most azért több ilyen színházon belüli történet volt, ugye, ahol lányok felálltak, és már azt mondták, hogy nem vagyok a cicukád. Uh-huh. Hogy erre hogyan reagál az a férfi társadalom, aki ezt valahogy evidensnek veszi, hogy tudja megérteni, hogy mi az a változás, amit nekik is el kell fogadni. Uh-huh. Meg hogy a lányok, mert a férjem szokta mondani, hogy hülyének lenni a legkönnyebb, szóval, hogy ebben van egy felelősségvállalás is, érted, amikor azt mondod, hogy én nem tudom, mondjad, hogy legyen, hova álljak, mit csináljak, és akkor én azt csinálom, hogy te mondasz, az bizonyos helyzetekben egyszerűbb. Természetesen én azt látom, hogy a végén nem kifizetődőbb, mert kiszolgáltatottát teszed magadat. Uh-huh. Hogy nekünk nőknek is. Igen, dolgunk van ezzel. Dolgunk van ezzel, hogy mi ezt akarjuk-e. Uh-huh. Hogy mi ezt akarjuk igazán. És ha igazán akarjuk, és így megegyezünk abban, hogy mi ezt akarjuk, akkor tudjuk azt mondani, hogy nem vagyok a cicukád. Mert akkor idő után meg fogja érteni. De amíg a fele azt mondja, hogy jó, én azért inkább lennék a cicukája, érted, a másik fele meg az még ott, szóval nem akarom a nőket hibáztatni természetesen azért az egészért, mert ez alapvetően igen, ez a férfiakból fontos. Indul ez a mentalitás, hogy így szeretnek így ebben a színházi világban így jól lenyomva. Hát a film, tehát a film és a színházban nagyon nagy, de azt hiszem, hogy a politikában is, meg nagyon sok mindenben. De a háztartásokban, meg a csomó mindenhol. Igen. Arra vagyok kíváncsi, mindenhez kapcsolódóan, hogy te a saját helyedet, vagy a saját utadat hol látod ebben a történetben? Tehát, hogy te a saját emancipációdat hogyan látod? Nagy sóhaj szakadt ki belőlem. Hát, hogy én is állok bele dolgokba, állok ki dolgokért. De hát nyilván én még az a generáció vagyok, aki így megszeppen, hogyha tudod,
Tehát, hogy, hogy nekem meg kellett tanulni. Igen, fülét, farkát behúzó. Tehát mind színészként, mert ez egy másik sztori, tehát egyik ez a női férfi dolog, másik meg, ami egy Németország és Magyarország között egy kicsit különbség, hogy érzem, mint a színészek sokszor öntudatosabbak, de lehet, hogy ez azzal függ össze, hogy egy színész az egy olyan, hogy mondjam, tehát egy filmben az, hogyha ő elvállalja, annak lesz egy gazdasági látszata. Aha. Nem tudom, ezt lehet, hogy hülyeséget beszélek. De hozza a nézőt, arra gondolsz? Hát, hogy az egy nagyobb piac, és ott, ha ő elvállalja, akkor az jelent valamit a film szempontjából. Uh-huh. Akkor és azon akkor... a producert több pénzt fog keresni, és akkor ezért ettől öntudatosabbak. Ha, tehát van egy önbizalom, egy tartás, egy bátorság. Vagy... Igen, nem tudom, ez nálunk is azért szerintem lassan kimutatható, vagy kimutatható, hogyha X színész elvállal valamit, akkor... Akkor beülnek a nézők. Beülnek a azért nézők, ilyen van ilyen, persze, meg hogy ki tud elvinni a hátán egy filmet. Igen, szóval szerintem nálunk is lassan elkezdődött az, hogy a színészek nem az a köszönöm, hogy itt lehetek, és... Igen, és, elnézést. Én azért vagyok itt, mert én imádom a szakmámat, és nekem bárhogy tudod, kicsit úgy ez lett úgy beléd nevelve, hogy alázat. Uh-huh. És az ami, alázat, ami kicsit úgy félre van értelmezve bizonyos helyzetekben, uh-huh. hogy neked hálásnak kell lenni azért, hogy ott lehetsz. Ami, hogy mondjam, egy jó esetben egy win-win, és akkor ő is legyen hálás, hogy ott vagyok. Igen, ez egy kölcsönös helyzet igen. kellene, hogy legyen. Értem. Na de például a, nem tudom, azt hiszem pont a, most megnéztem újra, mert kint van a Weekend a Netflixen, és most a napokban ugye tudtam, hogy fogunk találkozni, úgyhogy most újra néztem, és hogy például pont egy Weekend kritikában olvastam azt, hogy Grillus Zorka például az a színész, aki el tud vinni a hátán egy filmet. Nagyon köszönöm. Ezt hát nem én írtam, de szívesen a kedves kritikus kollega nevében köszönöm. Is. Na, de hogy akkor például visszatérve az eredeti kérdésemre, a te saját emancipációs íved, pályaívedben, hogy megint honnan jutottál, igen, nagyon színésznős, várandós színésznő soha, szóval, hogy te honnan jutottál. Most nem azért, de nézzük, mint a apák, érted? Mint a apák, az igen. összes sorozat, most nem azért, nem akarok senkit promotálni, de most az összes sorozat a tanár, a mint a apák, az apatigris, a nem tudom mi a címe, ahol a három rendőr, tehát nincs egy sorozat, amiben van 4-40-es nő a főszereplő, érted? Csináljuk meg! Hát csináljuk, Krista. Tényleg? Hát legyünk a magyar Reese Witherspoon, és nem tudom, Nicole Kidman. Én nyomom az ötleteimet, szana szél a világban. Igen, szórod? Na, akkor te most már itt tartasz az emancipációs, az most jön a sóhaj, és de hogy értem. Igen, tehát hogy... De honnan, hova jutottál, Dorka? Na, onnan, hogy amikor Kaposváron voltam a színházban, és akkor bementem reggel, és mondtam a rendezőnek, hogy ti tudod, mint gondolkoztam, és ő azt mondta nekem, hogy ne, ti csak még gondolkoznál. Nyilván a saját uh-huh. kisebbségi komplexusát is az én... Nem tudom. Tehát nekem az is volt szerintem, hogy fiatalon tök sok férfi nem tudott velem mit kezdeni, amit most úgy örülök, hogy megszűnt. Aha. És ez azért volt, azért a bizonyos skatulyára, amit szintén nagyon sokat kérdeznek tőled, hogy ez a jó csaj, szexuális tárgy, mit tudom én, ez a vágytárgy. A vágytárgy, igen, hogy tök sok férfi nem tudott más síkon velem kommunikálni, mm-hmm. érted? És akkor, hogyha azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy, akkor nem tudta, hogy most ehhez hogy kell viszonyulni, vagy nem tudom, hogy... A vágytárgy nem gondolkozik. Igen, a vágytárgy, a vágytárgy. Nem gondolkozzam már. Értem. Vagy a vágytárgy, akkor nekem kötelességem okosabbnak lenni, vagy nem tudom, érted? Aha, egy vágytárgyal szemben. Na mindegy. Szóval Kaposváron akkor ezt egyébként a Nőklapja interjúban, talán a legutóbbi címlap interjútban olvastam ezt a kaposvári sztorit. Igen, igen. És hogy akkor ott ez a bizonyos vágytárgy, akkor erre befogta a száját, és úgy csinált, mintha nem gondolkozna. Persze gondolkozott tovább, mert hiszen hagyja és esze volt, akkor is már. Hát azért ott is, ugye a társulatban, nem tudom, szerintem az emberek 70%-a volt férfi, uh-huh. És egyszerűen kisebbségben voltál uh-huh. fiatal lányként, és valahol el is hitted, hogy neked nincs is jogod gondolkozni. De hogy ez nem egy minden rendező, bármi. Természetesen Asher Tamás vagy egy Babarczi László nem mond ilyet neked. Tehát, hogy, de azért... most nem is kell feltétlenül személy, tehát a szituáció érdekes. Igen, igen, igen. Tehát, hogy
És azt is azt hiszem, nem tudom, hogy valahol van. Szóval, hogy ez azért úgy érzem, hogy néha bennem van, amikor ilyen fiatal nő, ugye már most azért van egy új generáció, és ez tényleg Németország volt, hogy egy fiatal kollégina úgy mondta, hogy na, figyelj ide, én azt gondolom, hogy, és éreztem, hogy mi lesz most, igen? Igen, azt éreztem belőle, hogy mi lesz most. És akkor azt gondoltam, hogy te hülye vagy? Tehát nincs semmi, megmondja a véleményét, tök jó, szuper. Tehát, hogy nekem is így tekerni kell magamon, hogy ez oké, okay. És abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy találkoztam a világban sok emberrel, aki nem így gondolkozott, és azt mondta, hogy nyitott volt a véleményemre, és érdekelt, hogy mit gondolok, és meggyőzött arról, hogy nem gondolok hülyeségeket általában. De ez egy hosszú folyamat volt elhinni, mielőtt kinyitom a számat, hogy én most nem hülyeséget fogok mondani. Hogy releváns, amit mondasz. Igen. Igen. Aha, igen, ez... Én sose voltam olyan vágytárgy, mint Grillus Dorka mondjuk az első néhány filmje után. De igen, tehát, hogy én ezt értem, tehát, hogy én még a mai napig is néha érzem azt, hogy például a vállalkozásomat vezetvén leülök egy férfi társaságba tárgyalni, képviselek egy céget, amit én alapítottam, én építem, stb. És meghökkenést vált ki, mondjuk, hogyha egy asszertívabban tárgyalok. Mert el akarok érni valamit, mert én abban hiszek. Uh-huh. És érvelek, és hiszek, és akkor van egy kicsit ilyen... Ez a fajta, hogy jó, hát ma már nem ott tartunk, hogy azt mondják meg, hát én is most a 40 pluszos vagyok, hogy jó van, te csak ne gondolkozzál, viszont hozzám egy kávét gyorsan, térülj, fordulj. Tehát ez nincs, de még a levegő pillanatnyi megfagyása még néha van. Néha még van. És arra voltam kíváncsi, hogy te ugye, hogy épült ez benned. És ezzel nehéz néha szembe menni, és nehéz, hogy ne frusztrálódjál, és ne legyél agresszív. Tehát, hogy azt érzed, uh-huh. hogy... Mert aztán meg vannak azok a nők, akik ebbe bele férfiasodnak. Igen. Bele férfiasodnak, és az uh-huh. vagy ahogy nekem az se. Szóval, hogy valahogy ebben megmaradni nőnek, és nőként létezni, de mégis minden helyzetben, még ha ez nem tetszik a másiknak, még ha ez egy konfrontáció is, még ha ő meg is próbál téged ezen a vonalon, ezen a férfinői vonalon, jó van, Dorka, hát persze. Tudod, így kicsit így lesajnálni, így lenyomni, így jelezni, hogy azért, na. Tud a helyed, igen. És akkor megkeresni belül azt a tengelyt, ami azt mondja, hogy ez a te problémád, hogy te így gondolkozol rólam, de ez engem nem érint. Nem érint meg a te gondolatod. De akkor azért, ha jól értem, például ebben is nagy lépés volt mindaz a tapasztalás, amit Németországban magadra szedtél. Meg az a közeg. Nagyon. Persze, tehát, nagyon. Ebben a belső emancipációban is ez a Németország egy ilyen nagy változás volt. Nekem nagyon sok szempontból, de aranyos. Nagyon édes, igen. Most nem csak az életére, nagyon aranyos. Jó, van, neked megbocsájtunk, én majd valahogy kimagyarázom. Kicsit miért könnyesedtem el a két kisgyerek láttán. Na jó. Na szóval, nem, most csak arra akarok kiukadni, hogy gondolkoztam azon, hogy mennyi mindent kellett neked letenni, amikor Németországba költöztél a 2000-es évek, nem tudom, elején. Most hadd mondjak el valamit. Mondja el valamit. Tehát, hogy nekem a nagymamám, a dédmamám, a nagypapám, tehát ez egy német származású család uh-huh. tulajdonképpen. És amikor kimentem Németországba, akkor éreztem, hogy én mennyi mindent hordozok magamban ebből a kultúrából. És ugye az én dédmamám például mennyire németül gondolkozott. Tehát ő például sose... Nálunk nem volt, tehát se a férfiak nem szólták le otthon a nőket, tehát hogy én se, senki nem volt ilyen cicababa, vagy nem tudom, tehát a nagymamám, ő egy ötvösdíjas feltaláló, anyukám egy rendező, tehát hogy több generáción keresztül olyan gondolkodó nők vettek körül, akik nem akartak butábbnak látszódni, mint aha. a mellettük levő férfi, és a férfiak sem akarták őket butábbnak látni. Uh-huh. És hogy... Valahogy nekem ez tök megnyugtató volt, ez a világ, ahol ez így tud működni, ahol nem kell
hülyébbnek tetetni magadat, mint amilyen vagy, igen. És akkor ebben a te rendszeredben, amikor megérkezett Simon Kornél, akkor te ugye kint voltál, amikor ti, ugye? Kint voltál, amikor ti összejöttetek? Igen. Igen. És ugye most említed az anyukádat, egy Pince Színházban rendezett titeket, ezt is elmesélted, stb., de hogy aki esetleg nem tudja, történtet, nagyon zanzás itt vagy ott rendezett titeket egyszerre, és akkor ott ti megismerkedtetek a próba folyamat során, és egymásba szerettetek. A sztori. De hogy ami viszont nagyon kedves és szívmelengető ebben az egész történetben, és egyszerre egy picit olyan nem félelmetes, ez nem jó szó, de majd megtaláljuk rá a jó szót, hogy a Kornél azt nyilatkozta, hogy te voltál neki a tökéletes nő és a tökéletes színésznő már azelőtt, hogy találkoztatok. Igen, nagyon kedves és cuki és romantikus, viszont, és majd ide kell megtalálni a kedves szót, vagy a megfelelő szót, hogy ezt azért megugrani a való életben azért nem olyan egyszerű. Na, érted? Tehát, hogy amikor az embert így ilyen piedesztálon így megközelítik, a rajongó... Na, rögtön szakított is velem. Tehát, hogy az volt, hogy összejöttünk, és akkor ő egy, én elmentem bennem, és akkor telefonált, azt nem 3 nap múlva, és ő azt mondta, hogy ilyet csak, mit is mondott? Ilyet csak fogorvosok csinálnak, hogy feleségül veszik az ideájukat. A vágytárgyat. Vágytárgyát, igen, hogy ő neki ez egy álom, és ez egy illúzió, de hogy ő nem akarja, hogy én otthon pizsamában járkáljak, és hogy kertesház, igen, ő azt mondta, hogy kertesház, meg kutya, hogy ő erre, ezt ő nem. Tehát, hogy ő nem. Uh-huh. Mert te ezt akartad? Nem, csak hát ő hogy már... Honnan gondolta, hogy te, hogy vagy ez hogy? Hát, hogy az élet, tehát, hogy ő nem előre akarja ezt. Előre gondolkozott, hogy ő csak fogorvosok csinálnak, és ő nem akar ilyet. Aha. Tehát ő azt akarja, hogy én maradjak meg neki, így, és ő nem akarja ezt így a hétköznapok szintjére le alacsonyítani. Na ez, igen, mert hogy egyébként mondják azt, hogy sose találkozz az idoloddal. Igen. Legyen az férfi, vagy nő, vagy keresztbe kasul. Mert hogy az izé. De most ehhez képest azért ti most már együtt vagytok azóta. Gyakorlatilag a szakításon túl. 10 éve, most már lassan igen. Ő is elfogadhatja, hogy ez. Igen. És ez, és az így a szerepleosztás, az hogy alakul nálatok? Mert kicsit ezt érintettük az elején, hogy most le vagy lassulva, meg izé, most jó ez a kedves drágám. De hogy alapvetően hogy oszlanak meg a dinamikák, vagy az erőviszonyok köztetek, vagy ez állandóan változik? Hát ez állandóan változik, persze, attól függ, hogy éppen ki dolgozik, meg ki van otthon, meg ki, meg kell a több támogatás. Persze, az, amikor mindkettőnek az ugye akkor nehéz. Igen. Na és akkor ki hajol meg jellemzően? Nem tudom. Nem tudom megmondani. Valahogy mindig, az elmúlt 10 évben, valahogy mindig lett egy megoldás. Aha. Hála az Úristennek tényleg. Tehát, hogy valahogy mindig kiadta magát. És azt érzem, hogy nem mondom, hogy mindig egyszerű, vagy mindig egyszerű volt, és nem mondom, hogy mindig egyszerű lesz, de mégis megyünk egy úton, ami valahogy mégis a mi közös utunk, és az valahogy mindig olyan egyértelmű, hogy vagy még az embernek néha vannak kétségei is, hogy hú, ez most komoly, azért mindig összetalálunk újra. Aha. Mert ugye tök érdekes, hogy a közös munkával kezdődött az egész, és ugye azóta is újra és újra össze-össze kapcsolódik a ti művészi alkotói énetek is. Az előbb említett Weekendben is egy eléggé diszfunkcionális házaspárt. Abban nagyon jók vagyunk a diszfunkcionális házaspártok eljátszásában. Az Ízig vérében is. Azt néztem, hogy milyen jó ez, hogy igazából az ember megélheti azt is, hogy egy kicsit utálja a másikat. Ahogy az így... A harcot. Igen. Nyilván, hogy két színész, abban van egy Ott van egy nehézség ennek, amit te is mondasz, hogy a fogorvos meg az asszisztense, az nyilván egy olyan, tehát hogy látod, hogy egyértelmű szerepek. Igen. Most ki van most fölül, ki van alul. Igen. Azt látom, hogy az úgy bizonyos helyzetekben egyszerűbb, hogyha ez ugye el van kicsit döntve, de nálunk meg nyilván, hogy ebből adódik azért egy ilyen húz meg ered, meg időnként. De nem unatkozunk. Hát ezt gondolom. Azt gondolom, de a egyszer valaki, talán volt egy közös beszélgetésetek, már emlékszem, hogy mely, volt több is, de hogy egyikben olvastam, hogy ezt a bizonyos, a nehéz házasságokat, azt a Kornél éli meg nehezebben. Tehát, hogy amikor azt kell játszanatok, hogy rossz.
a kettőt. Eleve nehezebben, most hogy forgattuk ezt a sorozatot, ezt a mini sorozatot a barátainkkal. Ja, az online sorozatot? Nem, nem, nem. Csináltunk a karantén alatt az Olá Kata és Csukár Sándor házas párral. Jó, igen. Ez az, amit Gyanúsi Eszter írta meg a baráti Gyuri. Egy ilyen totál kis sorít, ami egy ilyen szerelemről szól. Aha. Két ember, aki mind a kettő egy házasságban él, és akkor ez alatt a karantén alatt, hát ez egy kicsit olyan nehezebbé válik ez a történet, és följönnek ilyen dolgok, amitől megváltozik az egésznek a dinamikája. Na. És ezt lehet majd látni? Hát, azt meglátjuk. Aha, tehát ez most ez akkor leforgott és készül. Aha, készül, és akkor ez ki fog derülni, hogy hol lehet majd látni, hogy mi lesz vele, de nagyon élveztem, szerintem is izgi. És azért neki ott is úgy éreztem, hogy ez nehezebb neki, ami intimitásunkat valahogy, tehát hogy azt mondja, hogy ő ennél így szemérmesebb. Uh-huh. De ez milyen érdekes, hogy ő szemérmesebb, és te meg kevésbé akkor ezek szerint. Igen, szerintem talán, hogy neki másfajta a színészete is. Tehát én úgy beleugrom, és akkor ő meg egyel racionálisabb szerintem. De hát attól, szóval tudunk együtt dolgozni. Persze, hogy tudtok, meg nem baj ez, csak hogy érdekes, hogy két ennyire különböző módon mentek bele szerepekbe, meg közös munkába. Akkor ezek szerint ő gondolkozósabb, elemzősebb, te meg ösztönösebben mész bele? Én azt hiszem, hogy igen. Aha. Hogy ő többször többször van kívül, ami bizonyos szempontból jobb. Meg hát ő sokat rendez, tudod? Igen. Most már többször látja kívülről is a dolgokat, szerintem. És nem csak ez az izgi, hanem az is, hogy most szerepeltél ugye egy vizsgafilmben, amit most beválogattak Cannes-ban. Igen. Arról mesélj már egy kicsit, hogy mi ez, és hogy ugye ez egy metus, tehát egy Budapest Metropolitan Egyetemi egyetemista végzős fiúnak a munkája. Igen. Bereznai Márknak. Így van. Agapé. Agapé, nagyon szép. És ez egy kemény téma, mert hogy ugye ott te vagy a női főszerep, aki egy 40-es nő, aki kapcsolatba kerül egy kamasz fiúval. Igen. Hát már 18 elmúlt. 18 elmúlt, de jó, akkor fiatalabbal. Na ez megint egy olyan, hogy mondjam, egy ilyen tabu döntő téma, vagy alkotás lehet. De tabu téma, a tabu döntő. Ismerünk, nem? Hát persze. Hány házasságot ismerünk. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ez milyen ritkán jelenik meg filmen, ahhoz képest meg te is biztos tudsz 4-5 ilyen sztorit mondani. Hát ha 4-5 nem is, de 2-3-at igen. De igen, szóval tudok, igen. Igen. Hogy ez milyen ritkán kerül szóba filmeken. Ez is érdekes. Na, de hogy mesélj erről a munkáról. Ez, akiről az előbb beszéltünk, Csukár Sándor, ő ott tanít az egyetemen, és akkor ő szervezett egy ilyen beszélgetést velem, amire olyan sokan nem jöttek el, de a Márk eljött, és akkor sose tudod, és akkor utána csukja, hogy ki is volt akad, vagy miért jönnek ilyen kevesen, de most mondtam neki, hogy látod, sose tudod, hogy mi mire jó. Igen. Mert végülis ott találkoztam. Lett belőle valami szuper. Igen, akkor ő leforgattuk ezt a vizsgafilmet, amit én nagyon élveztem, és most megy Cannes-ba. Hát fantasztikus. Ez olyan jó, nem? Meg az nagyon jó, amikor az ember gyakorlatilag már egy kész, befutott, nagynevű színészemberként benne lehet valaki kezdőnek a sikerében. Mert hogy ez a fiú, ő közben mozigépészként dolgozik, ha jól tudom, a cirkóban. Uh-huh. Cirkogejzing moziban. Hát nagyon, szerintem nagyon tehetséges. Szóval, hogy... Nyilván, hát... Hogy engem mindig is a tehetség úgy elkápráztat. Uh-huh. És tulajdonképpen a körülmények is, meg a dolognak a szintje is, tulajdonképpen mindegy. És akkor ez is olyan jó volt úgy látni őt, meg amikor átküldte, hogy milyen tényleg, hogy ilyen totál minimál eszközökkel milyen izgalmas dolog született, az is olyan csodálatos, tudod. De olyan szép dolog ez nekem, meg olyan nagyon izgalmassá tesz téged az, hogy benne vagy egy csomó, tehát hogy például ebben a munkában, aki egy pályakezdő tehetség, akkor hogy független társulatokban játszol, hogy a trojkával, tehát hogy ez csupa olyan dolog, ami a tehetségről szól, a művészetről szól, és nem a
az állati sok pénz kereséséről gyorsan. Miközben Krillusz Dorka el tud vinni a hátán egy filmet, idézőjel bezárva. Érted? Hát jó. Hát, hogy ez jó, hogy ez van. Ez izgi. Hát igen, de hát azért én is gondolkodom sokszor azon, hogy most honnan keresünk pénzt, mert azért azt is kell. Igen. És akkor, de abban a nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok. Köszönöm Istenem, köszönöm. Hogy meg tudom keresni azt a pénzt, amiből meg tudok élni, és akkor megengedhetem magamnak, hogy próbáljak a trojkával. Uh-huh. És akkor ott csinálunk valamit, ami nem tudom, nekem a trojka az egy ilyen nagy hazatalálás, a Sós Attilával való közös munka, az egész kis csapattal való ilyen, nem is tudom, közös ízlés, de szeretet alapú közös gondolkodás, és nem valami piaci igény kielégítése, hanem azt csinálni, ami nekünk tetszik. Szóval nyilván ebből most egyelőre szerintem senki nem abból él. Uh-huh. Persze örülünk, hogy pénzt keresünk vele, de ez egy nagyon, nekem ez egy nagy, tehát ez az Anna Karenina, amit játszunk a Kuglerátban, az nekem, nem tudom, az nekem egy nagyon nagy élmény volt, az egész munkafolyamat, meg az előadás is mindig az. Hát meg de a Cseresznyés kert a másik, amiben játszom, az is természetesen, csak az Anna volt az első. Az előbb, amikor mondtad, hogy köszönöm Istenem, hogy ez nálad nem egy ilyen lózung, mert hogy sokan mondják azt, hogy köszönöm Istenem, de hogy te valóban hívő családból jössz, egy evangélikus, ős evangélikus családból, tehát hogy te tényleg hiszel, megéled a hitedet, beszélsz róla, és ez... Tehát, hogy most ebben az időszakban, amikor tényleg egy csomó minden felborul körülöttünk, hogy mennyire fordulsz ehhez a hithez, és hogy hogyan használod, vagy hogyan lép a te szolgálatodba, vagy a ti szolgálatotokba, mert hiszen a családod is veled van ezen a spirituális úton. Ez nagyon, nagyon jó, szóval nagyon komoly példák vannak előttem ebben a témában, uh-huh. Így családon belül is valahogy tényleg. Szóval én nekem persze vannak nehéz időszakok, vannak nehéz feladatok, de hogy azért alapvetően engem úgy mindig sose hagyott cserben úgy a jó Isten, érted? Uh-huh. Amikor én kértem, vagy nem tudom, ezt nem akarom ilyen mondani. De én értem, ez nem hülye mondás. Ez nem hülye mondás? Tehát mert egy hívő emberrel beszélgetek, aki kapcsolatban áll, aktív kapcsolatban a jó Istennel. Igen. De szerintem ez nem hülye mondás. Hát igen, és tudod van a Bibliában, hogy néznek az ég madarait, hogy tudod, nem vettek, nem aratnak. Tehát, hogy valahogy tényleg mindig is... Szóval, hogy valahogy az apukám is mindig úgy azt mondta, tudod, hogy csináld a dolgodat, és nem azon kell gondolkozni, hogy honnan lesz, hanem te csináld a dolgodat, és akkor majd lesz. Aha. És hogy én ezért végül is tök hálás vagyok, hogy ezt a koncepciót olyan mélyen belém ültették, hogy én valahogy hiszek abba, hogyha én csinálom a dolgomat, akkor majd mindig lesz. Uh-huh. Mit enni? Vagy nem tudom, akkor nem kell azon aggódni, hogy lesz. Persze néha én is nézem, hogy most különben a helyzetben, amikor ki tudja, hogy most mikor keresünk, mennyit keresünk, uh-huh. Nem keresünk semmit, támogatás semmi, tudod? Igen. Én is nézem, hogy akkor most mennyi időre, meg ha ennyit költünk, akkor annyi, persze. Jó, gyerek jön, ugye? Igen. Persze, hát szóval nem mondom, hogy nem. Aha. De valahol aztán mindig úgy gondolom, hogy azért valahogy lesz. Nagyon sok boldogságot a babával. Mikor jön? Köszönjük. November 10-én. Jó, ez októberben kerül ki, amikor még pont megelőzi pont, őt. Igen. És Áron, ugye? Áron, igen. Igen. Semmi, hogy mire kikerül, már nem nagyon lesz ez a vírus, és akkor... És akkor felszabadultabb lesz. Felszabadultabb lesz, igen. Igen. De már kicsit felszabadultabb, hogy már ilyen nagy. Uh-huh. Most már azért... Most nagy baj nem lehet, lekopogjuk mindenhova. Igen. Jól van, köszönöm mindkettőtöknek a társaságot. Egy fotót kérek még, és aztán utána jó. Mehetsz. Jó. 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 Jó.
fiúk vagyunk, ezért mondjuk ez a természetes, gondolom, hogy... Értem én, hogy nem akartatok ti szexik lenni, aztán... Hát most gyerekek, hát így alakul! És hogy került a te kezedbe basszusgitár? Meg miért basszusgitár került a kezedbe? Mert én vagyok a kisebb, és Norbi gitározni akart. Jaj, okay. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.